Kikészítjük vendégeink kedvencét a rozé kacsa mellett tőkegombás lingvinével. Első lépésként a szuvidált kacsa mellünket feltesszük roslapra. Kis olaj. Jó, ropogósra sütjük a bőrét. Közben a kollega felteszi a köretét a kacsának, egy kis tőkegomba, sáfrányos, tejszínes, snidlinges szószba, és ráteszi a lingvini tésztát, amivel egybe fogja főzni, forralni. A kollega közben tesz hozzá egy kis friss snidlinget, felfrissítjük a ízeket. Közben mellé felteszi a zsűt melegedni, ez majd rámegy a kacsára, ezt fogjuk ráönteni. Megnézzük, hogy áll a kacsa mellünk. Ó, szépen ropogós. Picit pirítottuk az alját, és ide félre tesszük pihenni. És a kollega a tésztát egy kis vajjal dúsítja, emúziót képezve ezzel a tésztára. Felszeleteljük a kacsát, szépen. Elkezdünk tálalni. Ráteszem szépen a tőkegombákat, és akkor egy kis szafttal meglocsoljuk. Közben rátesszük akkor a szépen ropogósra sült kacsa mellünket, kis zsűvel meglocsoljuk. És a végére pedig egy kis mikro csírákkal megszórjuk a tésztát. Hasonló tartalmaké, kövessetek minket!